Ma sikerült megkezdeni az evakuációt az Azovstalból, közölte Volodymyr Zelenszky videóüzenetében. Ma végre sikerült megkezdeni az emberek evakuálását az Azovstalból. Több hetes tárgyalások, számos próbálkozás, különféle találkozók, telefonhívások, javaslatok előzték meg. Végre. Nem telt el úgy egyetlen nap, hogy ne próbáltunk volna olyan megoldást találni, amely megmenti az embereket. Ma a háború kezdete óta először kezdett el működni ez az életmentő folyosó. A térségben most először volt két kétnapos tűzszünet. Több mint száz civil sikerült kimenteni, elsősorban nőket, gyerekeket, akik ott az Azovstalon bújtak el a harcok elől. Az államfő elmondta, közel négy órás tartalmas és széles tárgyalást folytatott Nancy Pelosi az Egyesült Államok képviselőházának elnökével. Köszönetet mondtam a történelmi kölcsönbérleti program a Land Lease újraélesztéséért, amely egykoron segített megvédeni a szabadságot Európában. Másodszor is sikerülhet. Konkrét irányvonalakról tárgyaltunk, hogyan működhet a kölcsönbérleti program annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben erősítse meg országunkat a szabadságért vívott harcunkban. Megköszöntem továbbá az Ukrajnának szánt 33 milliárd dollár értékű segélycsomag előkészítését. Valodimir Zelenszky elmondta: Az ukrán fegyveres erők a megszállók minden egyes támadására válaszolnak. És ezt teszik mindaddig, amíg a megszállók el nem hagyják Ukrajna területét. Az államfő köszönetet mondott Ukrajna védőinek, mindenkinek, aki február 24-e és 2014 óta védi az országot.